A strukturális beruházások, ahogy láthattuk az elmúlt években is, most a Szórványban valósul meg. Ez mennyire fontos a Szórvány közösségnek ugyanúgy ennek megvalósulása? Bármilyen infrastruktúrális projektum megvalósulása mindenhol fontos. Nem csak a tömb önkormányzatok területén, hanem a Szórványban is. Erre egy nagyon jó példa ez a Szent Miklós és Hódegyháza közötti 3,5 kilométeres útszakasz, amely több mint 60 évet várt arra, hogy felújításra kerüljön. Jelenleg 6 méter széles lesz az út, amit megvalósul, és 182 millió dinárba kerül ez a beruházás. A koalíciós szerződés fontos pontja volt ez az útszakasz, amit a választások alkalmával képviseltünk, és amin azóta is dolgozunk. Tökéletes, köszönjük szépen!